Az embereket az ókorban az érdekelte, miből van a világ. A görög filozófus Empedoklész úgy vélte, a víz, tűz, levegő és a föld az alapelemek a világon. Nem volt igaza. Ma az alapvető építőtéglákat nevezzük elemeknek. Például a ruhák szövetből és fémből készülnek, mint a gombok. A váró öltönye tehát a benne lévő szövetből és a gombokban lévő fémből épül fel. Ezek persze lebonthatók más anyagokra, azok ismét másokra, és így tovább, és még tovább. Ami már nem bontható tovább, azt nevezzük alapelemnek. Szóval az elemek szó szerint az építőkockái mindennek, ami csak létezik a világon. Mennyi van belőlük? 1600 körül összesen 12 elemet ismertek. De az idők során, ahogy a tudományos módszerek fejlődtek, egyre több elemet fedeztek fel. 1800-ra, amikor én éltem, ez a szám elérte a 63-at. A modern időkben több mint 100 elemet fedeztek fel. Több mint 100-at? És mindegyikről beszélni akar, de nem maradunk itt egész éjszaka. Emberek, kérem, nyugodjanak meg! Semmi ok a pánikra! Mivel egyre több elemet fedeztek fel, a tudósok próbáltak valamilyen szabályt találni az elemek növekvő számában, és Dr. Mendeleje volt az, aki elvégezte a nehéz munkát. Ez az elemek periódusos táblázata, amit én állítottam össze. Rangsoroltam minden elemet, és táblázatba rendeztem őket, megmutatva, mit tartalmaznak, és hogy viszonyulnak egymáshoz. Mert ez jelentősen megkönnyítette a kutatást. A 19. században annyi új elemet fedeztek fel, hogy az emberek szinte már követni sem bírták. A következő évtizedben újabb 6 rendező elvet vezettem be, hogy rendszerezni tudjam az új elemek növekvő számát. Bár úgy tűnt, valamennyi rendszerből hiányzott valami. Akkoriban megpróbáltam jobb módszerrel rendezni az elemeket, ami jobban mutatta jellegüket. 1869-ben bemutattam periódusos táblámat, amely tartalmazta az addig feltárt elemek egymáshoz való viszonyát. Mintha egy vadonatúj világ térképére bukkantak volna.